márciusi objektív vendége Molnár Martin volt, aki bár még csak pár éve kezdett el foglalkozni a fotózással, de már is szép eredményeket ért el, többek között a tavalyi Én Pakson fotópályázaton, amin a Mennyei Energia című fotójáért a zsűri szervezői külön díját vihette haza. Stábunk a forgatás során több helyszínre is elkísérte, elsőként a Dunaparton a Komp-kikötőben jártunk, ahol végignéztük és meg is örökítettük a napfelkeltét. Hogyan kezdődik el ilyenkor egy napfelkeltének a fotózása? Hát először is megpróbálom belülni, hogy nagyjából hol fog felkelni a nap, aztán hát beállítom a fényképezőgépet. Ami készülődünk, mesélnél a magadról pár dolgot? Hogy hogyan jött egyáltalán nálad a fotózás? Ez érdekes, mert nálam nem úgy volt, hogy eldöntöttem, hogy elkezdek fotózni, és vettem egy fényképezőgépet, hanem így a család eldöntötte, hogy vesz egy új gépet, és így mikor meglett, akkor elkezdtem így olvasgatni először a kézikönyvét, aztán hát abba láttam, hogy mennyi érdekes dolgot lehet így beállítani, meg ilyenek, és hát akkor így elkezdtem mindent, amit olvastam, így kipróbáltam, és aztán interneten is utána olvastam is. Mik voltak ezek, amiket olvastál? Hát először is ugye a záridő, meg rekesz, meg ilyeneknek a jelentősége, hogy mi mit csinál. Mit csinál például a rekesz? Az a érzékelőre jutó fénymennyiséget szabályozza az objektívben. A záridő pedig gondolom az, hogy mennyi idő alatt készül el egy kép? Igen. Akkor hogyan kezdődött, mik voltak az első képeid? Hát először még így nagyon amatőr képeket csináltam, még hát így nem is tudom. Te lettél a család fotósa? Hát igen, azóta ez a gép nálam van. És hát azóta már így vettem új dolgokat. És igen. Az unokatestvérem is akkor vett egy gépet, és nála láttam, hogy csillagfotókat készített, és akkor kezdett el érdekelni. És azután én is kipróbáltam, de még akkor nem is volt állványom, hanem leraktam egy újságpapírt a földre, és arra raktam rá a gépet. A családi fotózás után hogyan haladtál tovább? Mik voltak a következő lépések? Hát igazából magamat fejlesztettem így. Néztem, vagy hát így láttam ötleteket az interneten, meg utána olvasgattam. Hát folyamatosan próbálkoztam, és készítettem a hát főleg rossz képeket, de hát olvasgattam, meg próbálkoztam, és így egyre jobbak lettek. És hogy ottom, akkor utána elindultál különféle pályázatokon, mik voltak ezek? Igen, tavaly 2015-ben az Én Pakson fotópályázaton szervezői külön díjat nyertem. Aztán a Törékeny Erő fotópályázaton indultam, de ott sajnos nem lett eredmény. Aztán a gimnázium, a Vagbottyán gimnázium indított egy 70-es fotópályázatot. Azon is indultam, de arról még nincs eredmény. Illetve az országos középiskolai fotópályázaton indultam, de még arról sincs semmi eredmény. Az Én Paksomra milyen képpel készültél? Mi az, amit értékelt a zsűri, és mi volt az, amit kiemeltek a képeden? Kerestünk egy magas pontot Pakson. Az volt a lényeg, hogy két templom látszódott a képen, és közöttük az atomerőmű. És hát a pályázat témája is pont ez volt, hogy a fény kiemelő szerepe, és ezt a képet éjszaka készítettük, és hát azt tetszett benne a zsűrinek, hogy tényleg ki van emelve a, és hát a szervezőknek, hogy tényleg ki van emelve a két temploma, hogy meg van világítva, és közöttük még a Paksi atomerőmű is látható. Utána készítettek egy naptárat is, ezekből a képekből is, és abba is bekerült két képem. Ez adott egy lökést a továbbiakban? Igen.
És akkor így jött a további pályázatok. Említetted a Vakbottyán 70-es fotópályázatot. Oda milyen képpel neveztél? A hatos út mellett kimentünk, vagy már kimentünk, és ott egy 70-es táblánál megálltunk, és ott készítettünk egy csillag fényképet, és hát egy sok képből csillagjárást, ahogy látszottak alul az autók fényei, és fölül pedig a csillagok mozgása. Mondtál még egy másik pályázatot is, országos diák, vagy... Középiskolai. Középiskolai. Oda milyen képpel neveztél be? Oda 8 képet lehetett beküldeni. Hát, összeszedtem így a legjobban sikerült képeimet. Volt egy légyről készült makrókép, volt egy ilyen vízcseppes kép, ahogy tükröződik mögötte egy növény. És hát látszik a háttérben a növény is, a vízcseppekben is. Aztán volt egy kép, ami egy bogyiszlón volt egy táncfellépés, és akkor csak így teljesen állvány nélkül, minden nélkül csináltam egy képet, ahogy van egy csónak a part mellett, és tükröződik a vízen a nap, fénye meg ilyenek. Ott is azt is beküldtem. Most már lassan kezd fölkelni a nap, ilyenkor mi a teendő, hiszen fölkerült már a kamera az állványra. Hogyan hát, haladsz tovább ilyenkor? Ilyenkor beállítom, hogy mi legyen rajta a képen is, mi nem. Illetve hát felhelyezem a szűrőket, és elkészítem a képeket. Tudnál mesélni nekünk egy kicsit a napfelkeltékről, hogy hogyan kell lefotózni egy napfelkeltét, te eddig hány napfelkeltés képet készítettél? Hát igazából ez a második. Tihanyban volt egy napfelkelte, amikor nyaraltunk, és azt fényképeztem le. Mire kell figyelni egy napfelkeltének a fotózásánál? Hát arra, hogy ugye úgy használjam a szűrőket, hogy jól ki legyen exponálva az égbolt és a környezet. Szoktál-e ilyenkor a képeken utómunkálatokat végezni, vagy úgy érzed, hogy már nincsen szükség, nem akarsz belenyúlni? Természetesen szoktam kicsit változtatni rajta, de nem nagy mértékben, mert hát szeretem, hogyha olyan egy kép, mint ahogy a valóságban volt. Az elkészült képeket mi is megtekintettük, amik jól visszaadják a hajnal színeit és a nap első sugarai által beszínezett tájat. Martint ezt követően elkísértük egy csámpa mellett található szántóföldre, ahol a lenyugvó napról készített fotókat. Amíg várakoztunk, addig jobban megismertük, hogy mit rejt egy fotós táskája, és hogy mi szükséges a tökéletes naplemente megörökítéséhez. Most pontosan hol is vagyunk, és hogyan jött ez a helyszín? Csámpa és Dunaszentgyörgy között vagyunk. Hát igazából iskolából hazafele menet láttam ezt a helyszínt, és megtetszett. Mi az, ami megtetszett benne? Nagy, üres, nyílt terület. A háttérben dombokat láthatunk, és hát nyugat felé néz. Ez nem egy elhanyagolható szempont. Mikor volt ez, amikor felfedezted, mennyi ideje ezt a helyszínt? Igazából minden nap erre megyek, de 2 hete körülbelül akkor láttam, és akkor jutott eszembe, hogy lehetne naplementét felvenni itt. Akkor még itt nem is fotóztál naplementét? Még nem, de egy kicsivel arrébb az M6-os felüljáró felett, vagy közelében, ott már igen. Miért gondolsz, mi az, ami különleges a naplementében, ami megfogja a fotósokat? Hát igazából a szépsége, hogy mindegyik más a felhők miatt főleg. Te főleg hol szoktál naplemente és képeket készíteni? Most említetted ott az M6-ost, még merre szoktál? Dunaszentgyörgy és Fad között, Dunaszentgyörgy közelében inkább. Mi a nehézsége egy naplementés fotózásnak? Mire kell figyelned ilyenkor? Hát igazából arra, hogy a föld és tehát a talaj és az égbolt jól ki legyen exponálva, tehát ne legyen túl világos a nap, és ne legyen túl sötét a talaj.
És akkor miket hoztál el most magaddal? Hoztam egy állványt, és a fényképezőgép. Hogyan kell összeállítani? Hogyan zajlik az összeállításnak a folyamata? Hát most először is cserélni fogok egy objektívet, mert nagy látószögűt fogok használni. Miért jó az, hogyha nagy látószögűt használsz? Hát, mert minél azt szeretném, hogy minél több látszódjon a naplementéből. Milyen a másik, amit kicseréltél, az mi volt? Az egy fix 35 mm-es objektív volt, csak annak nem elég a nagy a látószöge ehhez. Azt mire, melyik fotózásoknál szoktad használni? Hát igazából szeretem minél többször azt használni, amikor tudom, akkor azt szoktam. Hogyan zajlik a beállítás? Akkor most elővettük az állványt, a gépet. Ezt kinyitom. Először is azt fogom beállítani, hogy nagyjából mennyi fog látszódni a horizontból és az égből. Azt hogyan kell beállítani? Ilyenkor csinálsz próbafelvételeket, vagy? Nem, mert így körülbelül a harmadoló vonalnál lesz a horizont. És szoktam használni ilyen lapszűrőket, hogy el tudjam sötétíteni az eget, hogy több részlet előjöhessen a talajból is. Igen, nálunk az előző adásban már volt szó a szűrőkről. Te honnan hallottál róluk először, vagy hol volt az, ahol először láttad a szűrőket? Hát igazából ilyen, amit az objektív elé lehet csavarni, ilyen kerek szűrőket már régebben is használtam. Ezeket a lapszűrőket nyáron kezdtem el használni, de már nem tudom, hogy hol hallottam őket. Milyen szűrőid vannak? Meg tudnád őket nekünk mutatni? Hát van ez a három szín szűrő, ez egy naplemente. Ezt szoktam legtöbbet használni, ez a kettő egy kék és egy zöld színű, de ezeket nagyon ritkán használom. Meg tudnád őket külön is mutatni? Igen, és akkor ezt a kék szűrőt, ezt hol szoktad használni? Hát igazából olyan sokat nem használtam. Arra lehet, hogy az eget kékebbé tegyem, csak ez is eléggé lesötétíti. Meg eléggé durva színe van, úgyhogy nagyon ritkán használom. Ez a három pedig különböző erősségű, átmenetes szürke szűrő. Ezeket melyik képeknél tudod használni? Hát az ilyen naplementéknél vagy napkertéknél, amikor szükséges sötétebbé tenni az égboltot. Mennyivel előbb szoktál kiérkezni egy naplementéhez, hogy így összekészülj, beállítsd a képet, megtaláld a megfelelő pontot, főleg, hogy amivel most hát egy új helyszínről beszélünk? Hát körülbelül egy 3-4 óra, vagy 1 óra, és addig hát igazából beállítom, és folyamatosan szoktam fényképeket készíteni. Aztán akkor nem lehet elmondani azt, hogy unalmasan telik ez a 3-4 óra ilyenkor. Igazából még ilyen magasan szokott körülbelül lenni a nap, amikor kiérkezünk, és végig fényképeket csinálok, variálok folyamatosan a szűrőkkel, és hát el szokott telni az idő. Szoktál először egy olyan képet is csinálni, ami nincsen szűrő, vagy rögtön szűrővel készített a képet? Hát általában rögtön szűrőkkel szoktam. Ennél a szűrőnél az egy nagy hátrány, hogy ha most ráteszem, akkor elég durva lesz a színe. Tehát ezt így óvatosan szoktam. Igen. Meg a többinél is a szürke szűrőknél az, hogy a teteje
a legsötétebb rész, és ugye a nap egyre közelebb lesz a horizonthoz, és ott kéne legjobban lesötétíteni, de ha így fordítva rakom be, és úgy igazítom, hogy a horizontnál legyen ez a vége, akkor ott nagyon félbevágom a képet. Szóval hát itt is kicsit látszik, hogy sötét a kép teteje. Igen. Paks mellett még környéken még merre szoktál még fotózni itt? Hát néha Pakson szoktam így éjszaka a városban, mert az egy kedvenc téma az éjszakai fényképezés. Meg Faddon szoktam a Dunánál, itt hát az ilyen szántóföldeken napramentét, így nagyjából ennyi. Ilyenkor mit csinálsz, amikor így mozgatod az objektívet? Az élességet állítom. És azt hogyan kell pontosan, milyenkor mit nézel? Hát, hogy a téma, amit le szeretnénk fényképezni, az ne legyen homályos. És ilyenkor ezt hogyan lehet, amikor teljesen elfedi a felhő a napot, hiszen nekünk a témánk a nap? Ilyenkor a felhőkre fókuszálok. És honnan tudod, hogy jó lett? Hát, van itt olyan, ami kijelzi neked, vagy azt nem jelzi számít, mint például a fényerősséget? Nem jelzi, hogy mennyire éles, de hogyha ráközelítek, akkor azért látszik. És most még mit veszel elő? Egy távkioldót, azért, hogy minél kisebb legyen a bemozdulás. Mi az, amit ilyenkor megfigyelsz rajtuk az élességen kívül? Hát, hogy melyik részek vannak esetleg kiégve, meg hát így az összkép milyen. Hogy... Honnan lehet látni azt, hogy valami ki van égve egy képen? Hát először is látszik rajta, hogy hát fehér. Másrészt van egy ilyen oldal, ami ja, feketével ott... villog az a rész, ami ki van égve. Most nagyjából hány képet fogsz készíteni, vagy hányra törekszel? Hát egy olyan, nem tudom, 20-30-at szeretnék, hogy biztosan legyen egy jó köztük, mint élesség, meg színek szempontjából. Hogyan szoktad kiválasztani azt, hogy melyik lesz a legjobb? Egyedül te döntöd el, vagy így megmutatod másoknak is? Hát én szoktam kiválasztani, amikor előveszem őket, hogy hát megcsinálom az utómunkát, akkor végig szoktam nézni, felirogatom azokat, amik tetszenek, aztán kiválasztom a végleges képet, és elvégzem az utómunkát. Miért vetted le most a szűrőket? Hát azért vettem el, hogy csináljak így is egy képet, hogyha végül is ezt tetszene meg a legvégén, akkor legyen ilyen is. Ilyenkor most újra be kell állítanod az élességet? Hát én átállítottam automata élesség állításra, úgyhogy nem tekeredett el a fókusz, de azért beállítottam újra. A fix objektív az olyan, hogy ott nem a végét kell tekerni, hanem van rajta egy gyűrű. Úgyhogy ha rá... Itt meg tudod mutatni, hol van ez a gyűrű? Hát itt ezt a részét kell forgatni az objektívnek. Ezen az objektíven pedig ezt, és a végén ide kell becsavarni a szűrőket, és ha ezt a részét tekerem, akkor nem fordul el a szűrő. Ja, értem. Azért volt az előbb is, hogy elfordultak. Forogtak a szűrő. Nem, ez a kedvenc objektívem, csak ritkán, ritkán tudom használni, amikor tudom, akkor ezt használom, csak ilyenkor nem szoktam, vagy nem tudom. A nap lemente után átléptünk a kék órába, amit szintén sikerült Lencse végre kapnunk, igaz, már egy másik helyszínen, a Gárdonyi kilátónál. Maga a kék óra a nap lemente után van, nagyjából 15-20 perccel, és mindössze csak közel fél óráig tart, ezért a fotósoknak nincs sok idejük, hogy ilyenkor megörökítsék ebben a fényben a kiszemelt tájat, a mi esetünkben Paksot.
És akkor megérkeztünk most a Gárdonyi kilátóhoz. Mi a különbség a kék óra és a naplementének a fényerősségek között? Milyen fényerősséget használtál ott, és itt miért fogsz? Hát a, ilyenkor, miután lement a nap, már sokkal sötétebb az ég. Tehát nem kell annyira kiegyenlíteni a különbséget. Mire fogsz ilyenkor fókuszálni, és hát mire tudsz ilyenkor fókuszálni, hiszen most igazából a kék órát akarjuk megörökíteni, vagy most mi a cél? Hát elsősorban a városra fogok koncentrálni, hogy annak a fénye látszódjon, de hát szeretném, hogyha az ég volt kék színe is látszódna. Még csak egyszer próbálkoztam a kék órával, de hát akkor is eléggé felhős volt. De most ez az idő jónak tűnik, nem? Igen, még kell várni egy picit. Miért gondolod, hogy innen a legjobb megörökíteni ilyenkor a városnak a fényeit? Hát mindig célszerű ilyenkor keresni egy magas pontot, hogy jól látszódjon a város minden része, úgyhogy hát a legtöbb része. Mit fogsz most kiemelni? Melyik részt? A főutcát, vagy valamelyik templomot? Hát szerintem a templomokat fogom. Mikor lesz az, amikor tökéletes lesz az égbolt? Amikor már nem látszik a narancssárga szín. És ez mitől számít a kék órának? Akkor az már nem az éjszaka része, vagy? Hát úgy tudom, hogy ugye mikor már az éjszaka, az éjszakában járunk, akkor már fekete az égbolt, de ilyenkor még picit megvilágítja a nap az eget, azért van hát kék színe. Pontosan mit fogsz belekomponálni a képbe a városból? Hát szeretném a minél nagyobb részét a városnak, de ugyanakkor szeretném, hogyha a Duna is az atomerőm is benne lenne. És akkor most nem is fogsz szűrőt használni? Hát nem fogok. Most mi történt? Mert most sokkal világosabb lett a kép. Hát most átállítottam automata fényerő, vagy hát beállításra, hogy amikor itt nézem, akkor ne azokat a beállításokat mutassa, amiket én állítok be, mert az már túl sötét lenne. Így ezért lett most világosabb, mert ő állította be a fényeket. Te templom toronyra fogod beállítani a fókuszt? Hát igen, az így, hát nem középpontban van, de eléggé kiemelkedő rész. És itt hány képet fogsz készíteni? Hát itt is körülbelül olyan 35, hogy mindenről, vagy hát egyrészt, amíg próbálom beállítani, aztán hát legyen miből válogatni. Mennyire nehéz ilyenkor eltalálni az élességet már így éjszaka? Hát most, hogy így ki van világítva a templom, nem nehéz, de amikor egy sötét tárgyra próbálok fókuszálni, az ott rá kell világítani. Igen, és hát említetted, hogy a táskádban vannak ilyen kisebb eszközök is, amikkel meg tudsz világítani bizonyos dolgokat. Igen, egyelőre csak ilyenek vannak nálam, de... Mik ezek pontosan, el tudod mondani? Hát csak ilyen kis zseblámpák. Az egyiket egyik osztálytársamtól kaptam, de hát igen. Mire használod őket akkor, hogyan világítasz meg velük dolgokat? Milyen messzire tudsz vele világítani? Hát azzal, amelyiket osztálytársamtól kaptam, azzal elég jól messzire el lehet világítani. De hát meg használtam arra, hogy például új évkor próbáltam egy ilyen újévi képet csinálni. Hát kisebb-nagyobb sikerrel. Igazából talán szerintem egész jó lett, de ott is ilyen mindenféle lámpával próbáltam világítani. Mi számít újévi képnek? Hát úgy szerettem volna, de az interneten láttam ezt az ötletet, hogy
egy pezsgős pohár, és mellette a pezsgős üveg, és hát egy ilyen lámpára rá rögzítettem egy befőttes gumit, és ahogy hát mozgattam a lámpát, úgy volt, mintha gőz jött volna ki az üvegből. Most azért már több helyszínre kísértünk téged. Pontosan milyen témákat szoktál fotózni? Mik azok, amik megragadnak téged? Hát az ilyen napkelte, naplemente. Ezek az éjszakai felvételek, azokat nagyon szeretem. Azon belül is a város és a csillagfotókat szeretem még nagyon. Meg hát néha így csinálok egy-egy makróképet, és hát egy egész sok mindent szoktam próbálok. Mi az a makrókép? Amikor nagyon ráközelítünk egy tárgyra. Mire szoktál ráközelíteni? Hát csináltam már a szememről például. Meg, azt hogyan? Hát ez érdekes volt, hogy feküdtem, és egy tükörben néztem a fényképezőgép kijelzőjét. Elég nehéz volt, de mondjuk akár hívhattam volna segítséget is, de szeretem a kihívást. Hirtelen ötlet volt? Hát már többször próbáltam, de hát igen. Próbálom minél alacsonyabban tartani az izót. Most például 100-as értéken fényképezek, azért, hogy a zajosodást, tehát az ebből eredő zajosodást elkerüljem. Úgyhogy most 13 másodperces záridővel készítem a képeket. Mit jelent az, hogy zajosodás egy képnél? A minél magasabb izót használunk, annál hát ilyen színes pontok, hát ilyen pontok jelennek meg a képen, és hát ez igazából lehet az érzékelő, képérzékelő melegedéséből is, és hát a magas izóértéktől is. Meg azt hiszem valamennyire a hosszú záridőtől is, de hát inkább azt szoktam, hát hosszú záridőt szoktam használni, mint magas izót. Elkészültek az utolsó képek is. Mi a véleményed róluk? Szerinted hogyan sikerültek most ezek a kékórás fényképek? Szerintem jól sikerültek, így jó volt a helyszín is, az időjárás is. Hogyan képzeled el a jövőben, hogyan fogod folytatni a fotózást? Ezt még nem tudom, hogy szeretnék tovább menni, de nem szeretném abba hagyni a fotózást. Viszont van pár ember, aki nélkül úgy érzem, hogy ma nem tarthatnék itt, ahol tartok. Például Takács Éva tanárnő, a volt rajztanárom, nagyon sok tanácsot ad és fotópályázatokon indít. Balics Gábor és Czakó Balázs, akik szintén tippeket és tanácsokat adnak. Babai István, aki nélkül nem lehetnék itt a műsorban. És hát nyilván a családom, akik rengeteget támogatnak, nekik szeretném megköszönni.